Szeretettel köszöntök mindenkit, Bácskai Júli hangulat és kapcsolatjavító vándorszínháza nevében. Ebből én vagyok a Bácskai Júli, én egy gyakorló pszichológus vagyok. Középiskolásokkal és felnőttekkel dolgozom, egyéni terápiával, párterápiával, de nem szoktam bántani senkit, úgyhogy nem kell tőlünk félni. Általában is ez nem az a színház, amikor mi mondjuk fölráncigálnánk valakit a színpadra, nem fogunk az ölébe ülni senkinek, de azt szeretném elmesélni, hogy pszichológiai témákat szoktam hozni, elképzelem a témát és az előadást, kiválasztom a színészeket, és amit látni fogtok, az mind csak itt, csak nektek most az egyszer és soha többször nem történik meg, mert improvizálunk. Tehát nincs betanult szövege a színészeknek, csak összesen egy ilyen egy oldal, amiben én leírom, hogy melyik jelenetben mi történik, és megbeszéltük most egy órában az előadás előtt, hogy ez legyen. Úgyhogy drukkoljatok nekünk, mert nálunk ez így szokás, és lesznek olyan helyzetek, amikor én jövök beszélgetni veletek, akár le is tudok jönni, hogyha van kedvetek. Tehát az se úgy kötelező, senkinek nem fogom az óra alá tolni a mikrofon, csak ha valaki szeretne hozzászólni. Márpedig olyan témát hoztunk, amiről mindenkinek lesz véleménye. Lányokról és fiúkról, nőkről, férfiakról lesz szó. Az előadásnak az a címe, hogy férfivá válásom. És egy fiúnak a történetét találtam ki. És általában két férfi színészt láttok, férfiakkal való találkozásainól szól, de hát minden a nők körül forog, csak úgy mondom. Az egész földgolyó nem lenne, hogyha a nők nem mozgatnák. Akkor a férfiak olyan sokat a dolgon nem vinnének előre. Nem feminista duma volt, hanem ez a tapasztalás, és kész. Nincs valamit. Na jó, mit nem mondtam még el? Van egy olyan mottónk, hogy nem a te életedet boncolgatjuk, de beletrafálhatunk, nem a miénket teregetjük, de nagyon itt leszünk. Bemutatom a színészeket, először játszik velünk Bárdi Gergő. Sokszor játszik velünk, drága barátom, úgy szoktam bemutatni a magyar Al Pacino, Tóth József. Sokszor hegedül velünk Bóna János. Én pedig megyek a képzeletbeli irodámba, mert hogy jön hozzám egy fiú, Gergő, már jár egy ideje. Hát, érzékeny gyerek, érzékeny fiatalember, köszönöm. Például, amikor a szülei elváltak, akkor is jött hozzám egy pár gyermeki. Emlékszel? Igen, emlékszem. Nehéz volt. De sikerült úgy jutni rajta. Helyek közel, aztán... Annak meg már vagy 10 éve, vagy én nem is tudom. 12 éve, igen. Ha, olyan kicsike nem is foglalkozom. Csak jövök. Igen, akkor én nagyon fiatal voltam, még ennél is fiatalabb, de nagyon sok jó tanácsot kaptam szerencsére, aztán ezeket a kis mini irányelveket azóta is gyakorlom kísérletek sikerülnek szerencsére. És idén érettségizel, ugye? Igen. Na, de? Igen. Remélem, hogy menni fog, kicsit stresszelek miatt, ahogy, ahogy fog menni a matek, az még úgy. De most kiderült, hogy lehet használni ezt a függvénytábletot, ott egyáltalán nem tudtam róla. Úgyhogy az majd egy kicsit könnyebb lesz a függvénytáblázata. Hát azon én is stresszeltem, de hát az embernek szerencséje is van. Egyenlő szálú háromszöget. Na így lett a négyes érettségünk van. Na, hát így kell húzni. Igen, megérteni kell a szövegértés, amúgy egy nagyon nagy része. Egy a logikája megjelen az embernek. Aha. Matekot, de nehéz. Tehát most ezt foglalkoztat, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Hát, mi leszek, ha nagy leszek, meg hát
csajok, nyilván. Igen. De fura, mert minden, csomó mindenkivel beszélgetek, meg próbálok tanácsot kérni emberektől, és hát ahány ember annyi szokás, és... Hogy bánjál a csajokkal? Igen. Viselkedés? Hogy viselkedjek, mi az, ami tetszik nekik, mi az, amivel be tudok vágódni, de nyilván nem csak arról szól, hogy most összeszedek egy lányt, és akkor megvan, és akkor oké, és hanem utána is még valahogy létezni kell ebben a kapcsolatban. Tehát te nem alkalmi dolgokra gondolsz, hanem kapcsolatban, szerelemre? Vagy igen. Is, vagy igen. Így? Hát nem baj, ha is, de nem küldök el senkit, hogyha éppen csak úgy benézem hozzám, de... Na, hogy fürtökbe lógnak, hajtad a lóg. Érzem, hogy tetszek jó pár lánynak, de nem... Igen? Nem nyitom nagyon tágra azt az arcot, hogy bárki besúrjon rajta. Azt! Ha ilyen szépen tudom. Ezt valahogy ezt olvastam, hogy szépen. Hát, inkább komolyan. Ezt ha egy nő mondaná, még megértem, mert ott vannak ajtók, mert oda be lehet surrani, de... Nekem sem tetszik mindenki, és csak... hát valamennyire azért inkább a komolyabb felé. Aha. Inkább a komolyabb felé. Jó, de te itt vagy komolynak, az még nem jelenti azt, hogy nem tudsz valami mókás, vagy vicces, vagy aranyos csaljának együtt. Persze, nem az ötlet. Ez egy ős-régi dilemma. Ezt már Descartes az ókori görögöknél felvetette, hogy a hasonlók vonzzák egymást, vagy az ellentétek vonzzák egymást. Uh-huh. Nem tudjuk. De ahhoz magadat kell ismerni, hogy tudod, hogy milyen lány való hozzá. Igen. Szóval ez a kérdés, hogy mindenki mást mond, a mindenki alatt most azt értjük, kik mondanak neked bármilyen tanácsot. Az osztályból a rokonok, az edző. Aha. És arról osztják az észt, hogy? Hogy mi kell a nőnek szerintem. Hoppá. Na jó. Akkor meglátjuk, hogy a férfivá válás történetét mi minden kell szegény Gergőnek végighallgatni a tanácsodban. Az első jelenetben az iskolában vagyunk, majd meglátjátok, hogy hol. Jó cél. Aztán úgy küldtek ide mind a kettőt. Mert én hat éve vezetem ebbe az iskolába. Hat éve vezetem.
6 éve vezettem a rendszeresség listát, te! Gratulálok, én meg Donald Trump vagyok, mert piros sapka van rajtam, persze. Milyen listát vezette? 6 éve én vagyok a legnépszerűbb ember ebben a gimnáziumban. Jó, kezdem inkább pucok. De hogy lenni, hol lenni te 6 éve a vezet? Miről beszélsz? Mi a baj a 6 éve? Miről beszélsz? Hagyjuk már ezt. Jó. Azért, mert te csak 4 évet jártál ebben a gimnáziumban, vagy 3-at? Jó, és miért jártál? Miért vagy 6 éve? Én 6 éve vagyok ebben a gimnáziumban. Elsőben megbuktam, harmadikban megbuktam. Harmadikban buktam meg, látod? Érted? És 6 éve vagyok, én vagyok a legnépszerűbb ember, kérdezz meg bármelyik listát. Erre beszélsz nekem, és most kiküldenek vécét pucolni miattad? Gyere már te, gyere már te majom, hogy csinálj! Milyen majom? Te vagy a majom, te! Figyelj! Azért, ki előtt játszasz? A Zsuzsi előtt játszol az eszed? A Zsuzsi előtt játszol az eszed? Gyere a Zsuzsival, nyugodtan! De mit játszol a Zsuzsi előtt? Azért, hogy 2 hétig a csajod volt, 2 hétig! Én 2 hétig a csajom volt! Aztán megérkeztem én! És akkor megérkeztél te! Ne mutogass ebben a szarral! Megérkeztél te! Menj innen, elkezdtem! Amúgy sem azzal! Jó, akkor tömegesd a szart azzal! Majd veled tömögd be a szart! Ugor, nem fog lemenni azzal a kezét! Ugor, csicska, pucoljad! Jó, oké! Ugorjál már, bazd meg! Ugorjál már! Te bajom van? Van? Na. Eszedném, hogy menj arra, vissza barjál! Végre a helyedre került egy kicsit! Persze, jó! Ez az, dolgozzál, majom, dolgozzál! Hallod, nincs valami, az csak dolgod, másik vécébe vagy valami? Amúgy is valószínűleg... Igen, az a feladatom, hogy nézzem a szart, most nézem! Jó, kösz, persze, oké. Na, te jössz. Mi van a Zsuzsiról? Szerintem csak annyit, hogy ettől függetlenül te azt gondolod, hogy bejössz neki, szerintem irgalmatlanul elvették. Honnan veszem? Onnan, hogy múltkor ötlenkezettem, amikor elsétáltam mellette. Onnan veszem. Nem azért, mert te voltál vele? Azért? Nem azért, mert én voltam vele. Te egy kis vécépucoló. Menjél pucol, meséltem volna. Döntsük már, hogy ki a jobb. Na mi jó, megkötte majd fel esélyt? Nem. Gyere. Nem csukorozol, te vagy a büdös. Nyomd le! 8. koromban pontosan ez történt, hogy jött egy új fiú, és volt egy régi osztálytárs, aki nagyon oda volt értem, nem volt kölcsönös, és jött egy új osztálytárs, aki szintén valamiért pont engem választott, pedig volt ott a Balogh Kati, az, hát mindegy, az meg szőke volt, meg barna voltam, és egyik nap küldött nekem a Szendrei Józsi egy ilyen kis iskolai cédulát, amiben egy ilyen szív volt, egy átszúrt tör, megvan különben ma is a szekrény tetején egy dobozba valahol, összes ilyen jellemével együtt, és ilyen 3 csöpögő bércse, hogy holnap 6 órakor párbajozunk érted a Sipos felével. De hát itt ezek olyan szinten voltak, hogy nagyon nem
nem támogattam egyiket sem. Szóval most hogy lehet összegezni, hogy szegény Gergő mit tanul ettől a nagymenőtől? Hogy akkor hogy kell bánni a nőkkel igazából? Tiszteli ez a lányokat egyáltalán? Ez a nagy önimádó, nem? Nekem most olyannak tűnt, ahogy játszották, ugye? Hát akkor legalább valaki szereti őt, ugye? Ez is egy erőn, ez is egy jó hír. De most nézzük Gergőnek a következő találkozását. Hát úgy érezte ezután a szkander után, hogy nem ártam egy kicsit edzeni neki is. Ott szokott ugyan néha fekvő támaszozni, ugye? Azért az előfordult, hogy... Előfordult azért. A gyerekről csak előtt van. Igen, sektől pályában. Erős Pista, meglátjuk, hogy ez a Pisti mit mond neki. Jobban jobb. Mind a kettőre. Jobban jobb. Gyere, ez az kereszt, gyorsabban. Mit csinálsz? Igen, és a védekezés, bármikor pufán vághatlak, védekezni. Na, megy a bal. Védekezés. Na, gyere. Megy a bal. Kereszt. Ez. Négy. Lent is meg. Mit gondolok? 1, 2, 3, 4. Jó, jó. 3. Ez az! Jó van! De gyorsabban? Ha egy pupámat nagyon megvetek. Jó. Jó van. Figyelj! Nézd meg téged, hogy kikkel járkáztak tulajdonképpen. Nagyon ügyes vagy bozva. Miért kell ezekkel az újvárosi petvekkel járkálni, mi? Kis szemüveges. Jaj, a Petiékkel. Jó arc, nagyon szereti az irodalmat. Figyelj neked a boxban a helyet, nem? Mit irodalmárkodsz itt, na, gyere. Szereti az irodalmat, meg a művészetet, Peti, tök jó fej. Igen, szereti az irodalmat. És pofán vár? Nem, pofán vár. Figyelj, hányszor tanítsanak? A nőknek erőre van szükségük, hogy mutasd. Irodalmárkodsz érted, senkinek nem kell. Senkinek nem kell, érted? A törő tolódat, törögeted a véres kezeddel, az senkinek nem jövő. Na, nyomjál! Ez áll, jó vagy! Erő kell, érted? Erő kell! A nő azt érezze, hogy erő. Állj fel a székre! Erős vagyok! Erős vagyok! Mindenkinek én kellek! Minden csajnak én kellek! Mindenkinek ő kell! Te hülye vagy, te édes Istenem, te hülye vagy. Na, akkor menjél haza, de fürödj le, mert a büdös erőseket nem szeretik alá. Oké. Jó szagú erőseket, tanulnak szagú. Oké, mester! Erős vagyok! Ki vagy te csöves gyerek? Rád fölkölgött az anyateget csöves bán. Összes egy csöves. Kutya. Macska. Ettől vajon megnő a fiúk bizalma? Ha én is mondogatja magának, mit gondolom? Erős vagyok! Csöndesebben, kisfiam, csöndesebben. Mit gondoltam? Hogy tényleg erre van szüksége egy fiúnak, vagy egy férfinak, hogy erősnek, fizikailag erősnek érezze magát? Erre szüksége van? Most mindkét neműeket kérdezem, hogy
Tényleg felnézünk arra, aki így erős, fizikailag? Lányok így csinál. Na de azért nem lenne jó egy olyan srác mellett így sétálgatni, aki így ekkora nagy darab, és tudom, hogy megvéd. Hát azért azt úgy nem bánnám. Nem? Tehát például, én úgy gondolom, én nagyon sokat harcolok az előítéletek ellen. Például egyik hülye előítélet, de lehet, hogy mindenki így gondolja, hogy ez rendben van, hogy ne járjál olyan fiúval, aki legalább 5 centivel nem magasabb nálad. Ez például ki? Most tegye fel a kezét, aki egyet ért vele. Ennyire jó fejek vagytok? Tehát én például emlékszem, hogy miért? Miért? Lehet, hogy jobban néz ki, meg értem én, pont én mondtam az előbb, hogy hát igen, azért egy ilyen magas fiú az jó biztonságot adnak. De azért muszáj? Tehát nem lehet valaki, aki eddig ér és imádom? Ne nagyon. Most ebben eszembe. És ha kicsit kisebb nálam, de ilyen erős, mint ez, akkor mi történik? Erősebbnek érzi magát mellette a nő, vagy az is elkezd erősködni, vagy örül, hogy jaj, de jó, lehet egy gyenge nő, és akkor így hátra dőlhetek egy ilyen izmos pasi mellett. A fiúkat is kérdezem, hogy azért itt látok az erőt, hogy azért... Lehet, hogy külön nem nyúlsz rá, de azért azt gondolom, hogy ott van anya. Ezt tisztelni szokták? Az érdekel jobban, hogy az erőt a férfiak tisztelik jobban egymásban, vagy a lányok is tisztelik az erősek hasít. Most a fiúkat kérdezem. Valaki világosítsam fel, mert hátra nem. Akiket már így ismertek, vagy mi a gond? Nekem nem számít, hogy más jó férfi. Hogy mit mond? Igen, hogy ilyen erősséggel rendelkezik. Aha. És ki között számít? Tehát az idegenek? Hogyha megyek az utcán, vagy a fiúk mennek az utcán, és látnának szembe jönni mondjuk valamilyen ilyen 3-4 olyan srácot, akik ilyen nagyon erősek, akkor elkezdenek futni? Vagy mi ez? Vagy minden esetre átmegyünk a másik oldalra. Hol számít? Azt kérdezem. Szerintem egymás között semmi. Tehát legyen alapul, hogy aha. És függetlenül attól, hogy valaki lány vagy fiú, akkor ez a boxmester, vagy nem tudom, ez tulajdonképpen egy vesztes stratégiát mutat példakép. Aha. Mert hogy szegény Gergő ugye azon rinyál, vagy hogy mondjam, azon sírdogál, vagy azon tépelődik, vagy gondolkodik, vagy kéri tőlem is, hogy valahogy jusson bűrőre, hogy legyen ő férfi, milyen típusú férfi legyen, hogy viselkedjen ő maga, hogy viselkedjen a lány. És hát most látni fogjuk. Ezen gondolkodva mászkál az utcán, és elhalad a kórház előtt. Ne menjetek ki a függöny mögé, mert itt játszódik az előadás, és tudjátok, hogy mi szeretnék. Ahó! De nem! Rosszul mondtam a koncertelemelőt. Ez így csókolom. Tisztelt ifjúság! Sok szeretettel meghívlak benneteket, illetve önöket, akár magázódhatunk is, önöket Bóna János hegedűművész szóló koncertjére. Mindenki öltözőre illedelmesen, ahogy kell, ezt nem kell mondanom nekik. És hát hogy kell egy koncertre viselkedni, azt mindjárt jobban. Jó szórakozást kívánok, művészod legyen önöket. Ott üt a sör, ott
bocsánat, művész úr, ne haragudjon. A tanítványunk még nem volt soha koncerten. Tessék csak foglalni. Mi van? Mosolyogja? Mindre a szemben. Nem szép? Szép, ugye? Szép, ugye? Igen, szép. Nem, bocsáss meg. Szép. Hogy vagy felöltözve? Koncertre jöttél, hogy vagy? Így akarsz tetszeni a lányoknak, te? Most voltam az egyszerűen. Tudsz a kendőt kötni? Nem, de meg van kötve. Meg van kötve, mire tudtam, hogy megtanítanak mi a kendőt kötni. Tudod, egymás mellé párhuzamosan a két szárat átteszed, csavarsz rajta, kettő csavarsz rajta, menekedek, átbuktatod és behúzod. Most jó, ez meg már jó. Várjál, még négy hozok neked valamit. Élvezd a zenét. Ez a Zsuzsi. Kicsoda? A Zsuzsi. Milyen Zsuzsi? Az összetesen. Ő is itt van? Nem. Zsuzsika? Nincs itt a Zsuzsi. Nincs itt a Zsuzsi? Külön jöttem, tanárunk nyugodt kell a koncertet. Azt mondta, hogy ez egy ilyen rockos koncert, élvezni fogom, tombolni fog a közönség. Nem rokkos koncert, komoly zenei. Jó, azt mondtam, szomorú zenei koncert. Azt mondta, hogy ez. Bravo. Köszönjük szépen, drága művész úr. Szakszervezeti szünet. Majd folytatjuk, jó? Ezek tapsoljuk meg a művész urat. Nagyon személyes közönség, a mi diákjaink. Imádlak benneteket. Igen, ki az a? És most fogyasszatok a büfébe, itt van a társványvizet, tessék nyugodtan. Itt van pogácsa, és tessék, aki akar, egyen. De megszámolom már, ha végig. Mondjad, ki az a Zsuzsi? Az összetársam. Osztálytársad az a Zsuzsi. Szépen, érthetően beszél. Az osztálytársam Varga Zsuzsi. Nem. Varga. Varga Zsuzsi. Nem Gulyás Zsuzsi? A Gulyás Zsuzsi az a 7. C-ben van. Ja, és ez egy... Hogyha figyelsz az emberekre, akkor még engem is meg lesz. Látod? Igen, de... Figyeljek el, Zsuzsi. Nincs baj a Zsuzsival, de Zsuzsinak egy kemény ember kellene a Zsuzsinak. Hidd el, a műveltség, az odafigyelés, a szellem, az minden nőre van. Tudsz egy verset? Mondj egy verset kívül. Még nyílnak a bőjben a kerti virágot, még zöldel a gyárfa az ablak előtt, de látod a mottan a téli világot, mert voltak a lábe a bőjtetet. Ezért adtam el kettest. Igen. A lüktetését érezni lesz, mondja? Még nyílnak a bőjben a kerti virágot. Ne iskolásan, értesen, csak a saját sem is lüktetését. De ez egy időmértékes. Mit fog ez az időmértékes verselésítő nekem a Zsuzsival kapcsolatban? Jó, akkor mondod már fel. Hogy mondod, hogy tetszel? Tetszel neked először is, nem önzéssel. Jó, kicsit félrejtettem talán. Hogy mondod? Hogy mondom? Én vagyok Zsuzsi. Próbálj meg nekem úgy mondani. Hát ez nem volt így, de egyes. Ez igen. Szia, Zsuzsi. Szervusz, Gergely. Gergő. Szervusz, Gergő. Szia, Zsuzsi. Nagyon szép a szemüveged. És ha leveszel? Úgy is szép. A szemüveged. Én milyen vagyok? Hú, ezt... Jó felkettes, aranyos, szeretem, amikor mosolyog, de... Tanár úr, de nem tudom, Miért... Szeretem, amikor volt csak... Gergőként, ez nem fog menni. De mi, az kell, hogy... Fölállsz? Állj föl! Most nem, én megmutatom, hogy te rajta van a nyakkendő, tudod, én? Rüde. Szervusz, Zsuzsi. Szia, Gergő. Hogy érzed magad?
Remekül. Voltunk shopping a lányokkal, olyan húszit vettem magamnak, volt egy ilyen flitteres, meg egy ilyen rózsaszín, az olyan volt, olyan volt, de a Múni, az olyan, megtartott meg magam, mondta, mert a Petivel van együtt. Azt tanuljuk meg, hogy te hogyan viselkedsz a nőkkel, nem hogy mi a véleményed a nőkről. Hát ezt csinálják csak többi csajokban. Ha neked ez a véleményed a nőkről, akkor már rossz utcán. Nem ez a véleményem, ezt csinálják. Tisztelet te a nőket! Édes kisfiam, tisztelet? Nem tisztelet. Ezt csinálják többi csajokban. Nem. Ez neked szól, mert olyan alpári módon viselkedsz, hogy ő is alpári módon viszonyul hozzá. Ha tisztelet. Érted? Ha te tiszteled, akkor is tisztelni fogja saját magát. Okay. És téged is. Az a baj, hogy te nem tiszteled magad. Érted? Ha tisztelnéd magad, akkor nem mondod, hogy mondjuk. Szépen. Szerbúj Zsuzsi. Most én vagyok. Oké. Szerbúj Zsuzsi. Szia. Nem tudom, hogy megszólítanak kora délután. Sem mondom. Szeretnék, nagyon jó művészülőket játszanak itt a Szerbközti moziban. Eljönnél velem moziban? Igen, természetesen. Nagyon jó képű vagy. Én nem rohanunk ajtóstól a házba. Nem, mint Tóth az anyját, már megy, bocsáss, de nem rohanunk ajtóstól a házba. Jó, nem rohanunk. A régi világban úgy mondták, hogy egy nő agitat. Nem, hogy beleegyezik, hogy gyere. Ilyen nincs. De mi az agitat? Agitat az azt jelenti, hogy a nő elejtette a zsebkendőjét, hogy a férfi fölbeesse. Lehetőséget ad a férfinak, hogy meghalljon. Tehát, vegyük, hogy hogy adok én amit neked, vagy a Zsuzsi, hogy adok neked. Kérdezik. Jó? Ja. Gyere, próbálkozz. És most, én vagyok a Zsuzsi. Még mi vagyok a bőrben a kerti virágok? Ez egy nagyon jó vers, kettes kaptam rá. Jó, akkor most mondod a rúgást. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Ismered ezt a dologot? Ez egy film. Nem. Ez a Rómeó is így van. Igen. Persze, szerelmi drága. Ez csak én sem. Minden lány nagyon szereti. Tehát próbáld meg. Rómeó is így van. Rómeó természetesen szerelmes Júliába. Igen. Tehát próbáld meg, hogy... Pár lehetnek Rómeó. Jó. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Tagad meg atyád és... Kiváló, Gergőként, jó úton vagyok. Most ezt próbálj meg folytatni. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Szia, Zsuzsi. Nemrég olvastam ezt a Rómeó Júliát, és nekem is nagyon tetszett. Nem forog ilyen gyakran a fejemben ez a klasszikus mondat, de nagyon megragadó. Melyik klasszikus mondatra gondolsz, Gergőnk? Az ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? És miért forgattad te a fejed a ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Mert ez is, melyik a Júlia, miért vagy te Júlia, de olyan nincs utána. Nincs. Gergőnk, és el akarod olvasni velem kettekben ezt a... Rának, hogy esetleg elmehetnék színházba megnézhetni. Igen. Nem. Persze, örömes, agitálj légy szíves nekem, Zsuzsa. Nem. Agitációt az életemet. Neked kell agitálnod a nőt. Gergőként, neked kell agitálnod a nőt. Nekem kell agitálnom? Igen. Szia, Zsuzsi. Reménytelek, Gergőzsék. De majd holnap találkozunk és folytatjuk ezt a diskurzust. Jó, bemegyünk. Köszönöm. Nem reménytelek. Nagyon jól állt el a gyakkendő. Köszönöm. Tiszteletem, művész úr. Haladtunk valamennyit Gergő szemszögéből, vagy sem? Tulajdonképp minden nap más gondolatokkal kell szegénynek lefeküdnie, de hát én tényleg ezt látom, hogy keresi mindenki a férfi mintát. Ugye?
a férfi akkor keresi azokat a férfiakat, akikre fel lehet nézni, akikre azt lehet mondani, hogy na jó, ilyen szeretnék lenni. Ugyanez a sztori a nőkkel is. A nőkkel is. Nekem például most van egy olyan páciensem, nagyon okos, 2 felsőfokú nyelvvizsgája van, 2. diplomáját nyomja, készül a doktoriára, hogy majd miről fog szólni, csinos is, és mondom neki, hogy hát olyan kemény vagy, mindig olyan erős és hideg és kemény, mert úgy viszi az életét, és nagyon határozott. De mondom, az lehet, hogy ez a fajta nő a fiúknak egy picikét ijesztő. És akkor azt kérdezi, hogy jó, de hát olyan anyám volt, aki rám se nézett. Hát nem volt sehol a közelemben egy olyan nő, akitől én mintát vegyek, hogy én milyen nő legyek, aki kedves, gondoskodó, nő, ilyes, na ilyet ő nem látott. És szerintem nem könnyű. Mint a nélkül, meg végképp nem könnyű. Ezek mindig eltűnnek. Na jó. A következő jelenetben... Elnézést, bocsánat. Az agitálással kapcsolatban nagyon nehéz észrevennem olykor-olykor, amikor ezek a lehetőségek létrejönnek az adott szituációban, és nem tudom, hogy erre van-e bármilyen képlet, hogy én azt hogyan veszem észre, hogyha éppen egy hogyha agitálnak nekem. Minden nő akarja, hogy tetszen neked. Ezt tudottam benne, úgyhogy 100-nak fontos. Az lehet, hogy nem te vagy az esete, de hogy biztos, hogy nem kidobott pénz az ablakon, ha udvarolsz neki, vagy legalább mondasz valami olyat, hogy új frizurád van, Kriszti. Mire ő? Gergő, te ezt észrevette? De menő a maszkod. Nagyon tetszik. Mindegy, hogy mit veszel észre rajta, a nőknek egy dolog kell. Figyelem. Hogy figyeljenek rá. Nem? Látod, hogy mindegyik azt, hogy csillog a szemük. Most, hogy nézel rájuk, fel, nem miattam. Tehát érted. Erre van szükség. De meg hidd el, hogy akkor így tovább. Ha mondjuk úgy csinál, mintha nagyon nem érdekelné, az is lehet, hogy azt jelenti, hogy de valójában igen. Nem olyan nagyon őszinték, azt viszont nem állítom. Hát azt nem állítom. Az egy külön előadás lenne, hogy a nők vajon miért manipulálják a férfiakat, vagy a jövőre eljátszunk. Köszönöm. És ajánlott még valamit neked ez a maestro? Nőkkel kapcsolatban? Ő olyan, aki ilyen hosszú távra gondolkodik, igen, nem? Igen. Aki már arra is gondol, hogy majd mi lesz, hogyha mégis bejutsz azért a nőkegyeimre. Igen. Ezt akartam mondani, csak kiment a fejemből. Látod? Megszabadtál. Köszönöm szépen. Egyébként akkor elárulom. A forgatókönyv szerint még ez a tanár úr annyit mond neki, hogy édes Gergő fiam, mindig legyen nálad óvszer. Mert hogy sose tudhatod, hogy hol végződik az estén, ugye, hogy ezt ajánljam? Remélem, a használatát nem kell bemutatnom. Miért? Be kell, hogy tessék. Hogy kell, ugye? Sőt, mikrofon. Mindenki tudja, hogy kell használni. Remélem. Ha nem, akkor nagy baj. Miért a svéd gyerekeknek banána mutatják? A gyerekek akkor kell vállalni, amikor már van anyagi fedezetet arra, hogy és lehetőséget, hogy föl is tudod nevelni. Érted? A gyerekkel nagyon nagy felelősség kell. Nem csak hébe, hóba, ezzel, azzal, összefekszünk, ezt csinálj, azt csinálj, ott a gyerek, mit csinálunk vele? Nem. A gyereket vállalni kell, és ha egy gyerek ki akar jönni, akkor azt fel is kell nevelni. Érted, Gergő? Értem, tanárom. Köszönöm szépen. Mindig használj, amit szeretném. Ez a tudtiság. Szóval elmegy egy építkezésre, mindjárt meglátjátok, hogy kivel fogod találkozni. Na jó van! Szünet, emberek, szünet! Menjünk ebédelni! Jó, hagyjam már! Hagyjam a fél óra szünet, azt a fal ráér!
Szervusz, Gergőké! Itt van a tisztségem különben is, mennek, megiszom vele egy pompácsot. Szevasz! Szevasz! Tesókám, szervusz! Hogy vagy? Jól? Jó, köszi, szia! Mi újság a csajokkal, jól vagy? Persze, minden rendben, persze, sérve, hogy van? Jaj, bászkeg, jaj! Ne is mondj, az a meló, ez a meló. De, na, mi van a csajokkal, hogy mondja? Gyugyika? Megvan, most. Nagy bőrcsávász vagy te, hasonlítasz rám, te gazember, hasonlítasz rám. Mielőtt megnősültem én is, jaj, de nagy gazember voltam. Érted, emlékszel, elhagytam, hogy 300 asszony, ugyanúgy engem is elhagyott, de miért hagytak el, miért hagytak el? Mert én hibám, én hibám. De ne? Én hibám. Miért? Egy nő legyen ott, ahol van. Ott kell tartani, ahol a helye. Egy nőnek a konyhában a helye, nem irodában, nem karrier. Egy nőnek a konyhában a helye, várja a urát, meleg étellel, meleg ágyjal. Érted, kisfiam? Meleg étellel, meleg ágyjal, mert egy nő nagyon tisztelt. Szervusz, drágám! Nem, most itt van a Gergő, és most nem tudok ebédre hazamenni. Jó van, drágám, hogy akkor előbb végzem. Természetesen, persze, leviszem a kutyát így, és a Gergő csókol. Szervusz, drágám! Szóval egy nőnek meg kell mondani, hogy hol a helye. Egy nő ne utasítgasson, érted? Én keresem a pénzt, én tartom el! Ha keresel annyi pénzt, hogy el tudsz tartani egy nőt, akkor annak kuss, érted? Kussan! Persze, drágicám, én vagyok az, igen, hogy hát én nem... Jó, nem kapcsoltam be a művet, na, vagy van ez így, az ember elfelejti reggel, hogy jó, tudom, de hát én keresem azt a pénzt, és drága, tessék, ja, és a anyu, hát délután át... Nem szereti az anyuság az út. Nem baj, drágám, visszállt neked pogácsát, meg mézet. Jó, köszönöm, drágám, szer. Jó, megyek majd haza. Szóval egy nőnek tudnia kell, hogy hol a helye. Nem utasítgat, nem pofázik, nem ugat. A nőnek kuss, ha én keresem a pénzt. Érted? Pont, hogy érted? Értem. Te is megtében értem. De... Most akkor megiszunk egy korsós. Jó. Igen, drágám. Nem iszom, de hogy iszom, már tudod, hogy évek óta nem iszom semmit. Nem iszom, egy kortyot nem iszom. Hogy most itt vagyunk az utcán, jó, egy kertvendéglőbe eljöttünk ebédelni, hogy mi ez a zene? Nincs zene, szakszervezeti születeim. Dehogyis, te csak hülyéskedj. Jó, persze, drágám, megyek haza. És miért is mentél, Gergő? Hát, hogy az ő részét is meghallgassam. Igen? Ja, és ne haragudj, nem tudod pénzt adni. Tudod, az asszony kezeli a pénztárcát, ő a pénzügyminiszter, és minden füléről. Tudod, hogy kell. Lakásrészlet, meg kocsi részlet, ne haragudj. Semmi gond, majd megoldom. Megyek, drágám, persze, természetesen. Jó, nem beszélek én csúnyán, csak megyek már. Anyád csókod. Kérjél tőle. Szevasz. És pénzt akartam kérni. Ha látjátok. Igen. Csak, hát nem fogok, nem adtam. De legalább ő az úrházban. Így láttad? Boldognak láttad? Ugye szerintem ilyen 10-20-30 évesen folyton azt kérdezgeti az ember, hogy látok-e magam körül boldog embert, mert akkor olyan szeretnék én is lenni. Boldog ez a pasi? Ez a, hogy hívtuk, Tomi, aki az építkezésen van. Boldognak látjátok? De dumája az van, ugye? Szóval
Szegény Gergő mindig jön és elpanaszolja nekem, hogy ma ebből se tanult igazán sokat. De hogy viszonyulsz a bátyád életéhez a házasságához? A családban van egy saját sorozatunk. Egy kicsit úgy. Mint egy szappanopera, vagy mi? Kicsit igen, olyasmi. Hogy? Mindig ugyanaz történik, mindig ugyanoda jutnak vissza, de... Mindig csapongatnak nagyon, de a... Már a felmenőid, a rokonai? Most hogy? Hát a bátyám még. Ilyen a helyzet, amit most itt látom. De hogy viszonyulsz hozzá? Tehát, hogy irigyled, vagy lenézed, vagy felnézel rá, vagy sajnálod, vagy megleted? Ez így mind benne van, mert valamiért irigylem, valamiért nagyon sajnálom, valamiért meg teljesen felnézek rá. Nagyon. Ez úgy, ahogy a telefonbeszélgetése úgy változik egy találkozás alatt, az, hogy éppen mi az, amit a szánalmat, vagy a sajnálatot, a megértést, a szeretetet, ezt melyiket hozzá éppen elő belőlem. De azért tőle is mindig megkapod, hogy osztja az észt, és okoskodik. Igen, persze, természetesen. Aha. Megkapom, ahol csak tudod, mindig elmondja, hogy mi a frankó, szerinte mi a frankó. Szerintetek lehet olyan, hogy mondjuk ez a Tomi, ez úgy nősült meg, úgy vette feleségül saját feleségét, hogy lehet, hogy ő komolyan gondolta, hogy na majd én leszek az úr a háznál, és akkor te meg tudod a helyedet, és hogy azért ezt érdemes végig gondolni minden kapcsolatban, még a kis rövid együttjárásokban is, hogy valaki irányít. Vagy az egyik, vagy a másik úgy dirigál. Hova menjünk, mire költsünk, kivel barátkozhatsz, kivel nem barátkozhatsz, egyáltalán például, hogy néz ki rajtad egy ruha, van akik még párkapcsolatban is beleszólnak egymás öltözködésébe. Ezt a filmet ne nézd, ezt nézheted. Tehát lehet-e az a kérdésem, hogy ő így indult neki, és aztán valahogy egyre gyengébb pasi lett emellett a feltétlenül elég erőszakos nő mellett. Láttatok már ilyet? Mert a ti szüleitek mind nagyon egyenrangú kapcsolatban élnek, mindig demokrácia van, és közösen döntik el, hogy mi legyen. Kik irányítanak inkább egy kapcsolatban szerintetek? Ki lehet-e mondani, hogy igen, hát ez még mindig érvényben van, igenis a férfiaknak kell irányítani. Mi most egy paródiát csináltunk ebből persze. Szóval... Mit láttok ti magatok körül? Nem a saját életeteket kérdezem, hanem akik nem tudom, felnőttek ott élnek egymás mellett. Szerintem a férfi vagy az ember, hogy a lehetett hallani? Aha. Igen, van is egy ilyen mondás tényleg, hogy is van, hogy a férfi forgatja a fejét, de a nő a nyak, aki majd megmondja, hogy merre forduljon. Én ezt hallottam sok generációval idősebbektől, de engem ez egy kicsit felháborított. Mert én azért a férfiaknak is drukkolok. Tehát, hogy hagyják, hogy a nők irányítsanak kissé manipulatív eszközök, mert ez manipuláció, nem? Úgy csinálok, mintha te hordanád a nadrágot, de azért majd nem, én megmondom, hogy mi lesz. Igaz? Tehát most ezt mondtam. Elfogadják ezt a férfiak? Vagy betörődtek? Nem fogadják el. De
De hogyha ugye erre mondják azt, hogy hát két kakas egy szemétdombon, még ha ez egyik férfi, a másik nem, a kakas az nem lehet nő, ugye? Ez képzavar, ugye erre mondjuk azt, hogy képzavar. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ketten egy szemétdombon nem irányíthatnak. Vagy szerintem abból azért nagyon rossz párbaj lesz, nem? Abból lesznek a veszekedések. A veszekedésekből lesznek a konfliktusok, abból lesznek a válások, és Magyarországon körülbelül minden negyedik házasság végződik. Szerintetek a válás összefügg-e azzal, hogy nem tudják eldönteni, hogy ki irányítson? Vagy rossz kézbe adták az irányítást, az is lehet, nem? Hát egyszerűen legyen minden úgy, ahogy én akarom, és akkor nem lesz belőle probléma. Na mindegy, hát érdemes figyelni magatok körül szerintem a szülők meg a többi rokonoknak a házasságát. Például azért nem követjük el talán ugyanazokat a hibákat, hogyha gondolkodunk, vagy ilyen pszichológiai témájú előadásokat nézünk például. Na de mi történik a mi Gergőnkkel, már megint nem láttam egy hete. Sétál haza fel. Megyen olyan kedves, segítsen már. Jövök, segítek abban. Gergőnként, te vagy az? Szevasz. Na segítsél már ezt a szörnyeget átvinni a másik oldalon. Na jó, várjál, de mi? Várjál. Fogom, mert érted. Fogom, most is elvitt egy hát. De most ezt neked mindig el? Tudod, hogy nem bírom az utcai koldusokat, ezeket a koldus zenészeket nem bírom. Ez itt sok romjolok. De fogd, de neked ápolóként mióta kéne ennek ilyen anyagot a testjel? Az a baj, hogy már nem ápoló vagyok a kórházban. Há, igen. Leminősítettek. Vagy a baj, de tudod a francba. Leminősítettek. Mert? Anyagmozgatónak. Mert bele tüsszentettem abba a... Jó. Magbél. Nyitott magbél műtét volt, meg tüsszentettem, nem volt rá nagy a mállat, vagy mi ez, vagy maszk, mert na, kevés van, mert a sok covidos elviszi a sok állat. Bele tüsszentettem a nyitott csebbe, erre kirúgtam. Ez nem vicces, Gergőkém, ez nem vicces. Ez egyáltalán nem vicces. Hogy? És tudod, kirúgott ki? Ki? Anyád új férje, a főorvos, ápoló voltam, én voltam a legjobb ápoló. Anyád nagyon jó ápolója volt, csak hát kacsingatott a pénzre. A gazdag főorvos kellett neki. A szegény ápoló, tudom milyen szar a ápoló, jó, hát már én sem vagyok. Anyagmozgató vagyok, nem minősítettek, csak megszokásból hordom ezeket. Na, ez is használt. Igen. Halottról vettem. Mindegy. Csak a látvány miatt ez jön. Jó, látvány. Na, mindegy. Tudod, mi az én bajom? Hogy nagyon engedékeny voltam. Meg, hogy nem kerestem semmit. Annak idején, amikor ilyen idős voltam, mint te, el kellett volna mennem az orvosi egyetemre. Jó, tudtam. Tudtam, hogy az orvosok sokat keresnek, de nekem akkor inkább a segédápolói állásban ez rögtön pénz volt, érted? Elmehettem a csajokat. Ráckerül. Az előzős csárdán, hogy milyen élet volt akkor. Én annyi pénzem volt, én dolgoztam egyedül. Annyi pénzem volt, hogy fizettem mindenkinek egy kör. Én fizettem a zenekart is. Ilyen, húzd rá! Egyá! Valami gyorsabbat nem tudsz? Na, itt van. Húzottam a cigánnyal, táncoltunk, énekeltünk, mert pénzem volt. Ez kell a nőnek. A pénz. Megérzik a pénzt, akkor csapatos tud jönni. Aztán utána elvettem feleségül anyámat, jól kerestem. Aztán bekerült a kórházba, megismerkedett még módosabb pasasokkal, akik többet kerestek, jobban. Jobban ment, jobban futott az a szekér, már le se szarta a segédápolót. És elvált, megszület. Jó, hát a bátyádat az jött vele, mert hát már akkor már meg volt az előző házasságából a Tomi bátyád, aki nagyon jó keres építkezésre, bár én mentem volna építkezésre dolgozni. De tényleg, nem kérték észre a Tomitot? De,
Add már ide egy pöcsök ellenőre. Nem tudod adni, mert elhitt a... Te ilyen tutyi-mutyi vagy? Ott van az a nagy melák bátyád, kérsz tőle pénzt, és akkor nem hozod el szegény öregapád meg itt hurcudálja a szőnyegeket? Jó. Milyen ember vagy te? Milyen ember vagy te? Ott van egy csomó söröd, Ne kiabálj velem, fiam! Nincs egy fillére sem. Pénz, próbálva okatni. A pénz, a készpénz, az a világ mozgó. A fiat pénzeknek több kuka. Itt vannak a kriptopénzek, hello lesz a fiat pénzek. Adja meg a kriptopénzekkel, kisfiam. Jó, csérted ezeket. Ropogós bankó, az így aminek nincs szaga, érted? Bárhonnan jön, nincs szaga, az a pénz. És a nők így jönnek. Hiába nincs a pénznek szabad, így jönnek a pénzszabnak. De amikor összejött a anyu a főorvossal, akkor még nem is volt főorvos. És te akkor elég sokat iszogattál a haverokkal. Nem iszogattam, Bálatonban megittam egy-két pohárra. Mondjuk így. Bálatonban megittam, mert nem volt pénzem. Mert kevés pénzem volt, mert kellett az iskolára, iskoláztatni kellett téged, meg a bátyádat, iskoláztatni téged, ha te nem vagy érted, akkor nem pofázok, amíg az én kenyeremet eszed. Ja, már nem az én kenyeremet eszed, mindegy. A bátyám meg az én hátizsákomnak a pénzét itted el a kocsmában, amit ki kell fizetni. Nem ittam el, mondom, a haveroknak szüksége volt pénzre, és én adtam a haveroknak. Szükségük volt alkoholra, vettem nekik alkoholt, mert a pénz. Ha te tudsz adni másnak, akkor te vagy a király. A nők is ezt szeretik. Adj nekik pénzt. És minden a kiélet. Na, vegyük ezt a szőnyeget, de az új főnököm egy nő, természetesen. Na, akkor végig a kordában egyszer tartva. Ne popázz, kisfiam, ne popázz, nem elég az a kurva szőnyegeket. Csinálj már végre, amihez érted, gyere már. Viszont ezt adtam meg. Ilyen az, amikor úgy improvizál a színész, hogy több munkát csinál magának, mint ami amúgy lenne, mert most cipelnek ketten, mert egy improvizációból egy 30 kilós szőnyeget. Hát nem normális akkor vagyunk, ugye? Nem is mondtuk ezt csak. Na, mit gondoltok, hogy milyen példaképen volt ez az apa, ami Gergőnk? Ugye a lányokról azt mondják, hogy olyan férfit akarnak, amilyen az apjuk. Hát persze, hogy olyat akarnak, de csak akkor, ha nagyon jó fej apjuk van, szeretnivaló, kedves, aki rendesen eltartja, aki azonos önmagával, aki olyan munkahelyen dolgozik, amit élvez, és látszik, hogy ért hozzá. Tehát, ha ilyen apád van, akkor ilyen fajta férfit keresel hosszú távon az életed. Ugye? Ha nem ilyen apád van, akkor minden más férfi jöhet, csak aki egy picikét sem hasonlítson az apádra. Ugye? Tehát, hogyha ha rossz nyomokat hagy a gyerekkor, azért ezt tényleg szokták mondani a hülye pszichológusoknak ez a mániája, de így van. Ha nem tudunk mit csinálni, tényleg így van. Hogy nagyon erősen számít az, hogy mit láttunk a gyerekkorunkban, ami nem azt jelenti, hogy utánoznunk kell, és nem lehet nekünk sokkal, de sokkal jobb saját párkapcsolatunk, vagy saját családunk, mint amilyen volt a gyerekkorunkban. De szerintem egy értelmesebb ember az gondolkodik ezeken. Tehát próbál keresni ilyen összefüggéseket, és próbálja tudatosan, nem nyilván nem tizenéves korban. Én azt mondom, szüljél minél később, és mondjuk szerintem így a szexuális életet is, meg a szerelmi életedet is elkezdett 17-18 éves korodban, vagy még előbb, mindegy, ószerrel, de akkor én úgy számolok, hogy legalább 10 éved van arra, hogy mindenféle ember kipróbálják. Hogyha felelősség teljesen váltogatott, tehát nem kell rögtön férjhez menni egyáltalán, hanem egy 26-28-30 éves korodig bőven, egyszerűen próbáld ki, mert azt viszont tudom már most is mondani nektek, hogy ahány férfi, annyi nő vagyok én, egyszer egy ilyen előadást is írtam a Pszichoszínház részére, amiben azt mutattuk meg, hogy egy nő ahány férfivel találkozik, annyi nő lesz belőle, annyira másképp viselkednek vele azok a férfiak.
És hogy igen, ha jobban akarod ismerni magadat, akkor semmi baj. Próbáld ki, hogy hányféle pasi van, legyen okos, legyen olyan, aki erős, legyen olyan, aki irányítani akar, amiket eddig láttunk, de aztán döntsd el, hogy nagyon szeret, akit nagyon szeretsz, az majd fennmarad a rostán a végén. Na jó. Most pedig bemegy a kedvenc éttermébe. Egy ilyen kis büfé kifőz, de ugye? Igen. Van neve? Hát igen. Köcsös csárda. Kérem szépen, ne rámoljuk, szerteszél az asztalokat. Kérjük meg a személyzetet, és a személyzet oda viszi az asztalokat, ahova kell. Igen, és Tomi úr. Te ugyan is meg. Gyergőként. Szevasz. Szevasz, Tomikám. Szevasz, drágám. Hát hogy van? Hogy vagy? Várjál. Letakarítom, ez a legszorabb asztal, de mindjárt gyorsan. Nekem az pont. Jó. Tükrözi a lelkést. Igen? Egyedül vagyok, hogy már. Jó, jó, hagyjátok, kérd meg a Bónorról, bármit játszik neked. Bónor, játszol a barátomnak valamit? Valami szomorú. Köszönöm. Mi ez a szomorúság? Bónor, mi ez a szomorú? Életében bőbeszédű kislány volt. Igen. Nem szerette az ilyen egyenes kérdéseket. Az valaki volt egy valaki? De ötletem nem is. Olyan szinten fogalmam sincs arról, hogy... Jó, mi? Kis bazalikon kéne már. Mi? Szóval? Fogalmam sincs, hogy... Én nem tudom, hogy mindent megpróbáltam, de valószínű, vagy ezért biztos, hogy mindent megpróbáltál, Gergő? Biztos. Ezt megbeszéltük, hogyha bármilyen irányban változik a helyzet, a... Vagy... Most csalódtál a nőkben, nem? Igen, nem a nőkben, a Zsuzsiban. Egy nőkben csalódtál. Lehet, hogy egy erős férfi kívülre lesz szükséged. Meleg baráti ölelésre, igen. Ahol kísírhatod magad. Ezt megbeszéltük, hogy te leszel az első, ha szólok, ha bármi változik. De addig én még kipróbálnám azt a maradék több ezer nőt, aki még így szóba kerülnek. Ember, ne tagadja meg egy munkát. Látom én rajtad, hogy hajlan áll másik irányba. Hidd el, hogy mondani szokták, az első 20 az fertelmes, utána istenén. Pomi, megbeszéltük, de és mondtam is neked, te lesz az első, hogyha szólok, amúgy meg tudod, hogy nem erőltetünk semmit, mert szar lesz a végén. Te meg erőlteted itt a nőket, szar a végén, nem? Hát talán egy meleg barátja, jó? Hát tudod, hogy bármikor kaptatsz ölelést. Jó van, Gergőki. Telefonszám volt. Nagyon érzitek ezt a sört. Jó. Igen, ez a szarabb kicsit van, de most meg egy jobban. Figyelj, hogyha bármire szükséged lenne, hívj el fel. Ja. Hozzám is költözhet. Ja. Okay. Ha akarod. Jó, nem most de egy jövőre. Szép kapcsolat lenne pedig. Na mindjárt. Ja. Szervusz. Szervusz. Ja. Szervusz. Kösz a segítséget. Milyen segítséget? Azt visszautasítottad te kis majom? Ez milyen? Ez a barátod, ez mit ajánlott végül is neked?
Állandóan felajánlja a szolgálatait. De... de jó barátomat felajánlotta, hogy lépjek vele párkapcsolatba. De tiszteletbe tartja, hogy te azt mondtad, hogy nem. Ja, persze, hogy ne, ez már... nem most kezdődött ez az állandó ajánlkozás. Jó, ja, egy kicsit vicces is kettő. Persze, kérdez. Persze, aha. Lehet vele oldani, igen. Aha. Úgyhogy... De hát akkor ő tudja a legjobban, hogy ez nem választás kérdése. Tehát ja, így született ön beleg férfi legyen. De legalább én... De ő volt az első, aki, mert a lányok nem nagyon mondják el, de őt tudom, hogy például, hogy nagyon jó a seggem. Ezt ő például így dobszobán mondta, és legalább azt tudom, hogy, hogy ez valószínűleg a lányok. Tehát így növeli az önbizalmat. Igen. Hát mert rögök rajta. Így elvicces. Persze. De megmondta, szoktam neki mondani, hogy egy pinára vagyunk ez egésztől. Ja. Hogy mi járjunk, de ez az egy pinára vagyunk. Ja, Isten. Ez egy értékegység lett. Hát igen, hogyha valamelyik oldalon kéne, hogy legyen. Én azt el szoktam neki mondani. Akkor mennek, de így nem. De így maradsz azon a dolgon. Igen. A hetelő oldalon. Igen. Jó, de akkor is fontos, hogy van egy ilyen barátod, aki viszont... Tehát, hogy aki te is elismersz olyannak, amilyen, meg ő is elfogadod. Sokat szokottam úgy segíteni. Aha. Tudod, mit gondolkoztam? Hogy akiket meséltél, és amilyen kalandjaid voltak itt különböző férfiakkal, hogy mindig befolyásol alatt voltál. Tehát, hogy az a csávó volt, akivel pucoltátok a vécén, az a bukott gyerek, az is hatással volt rád, és akkor egy ideig úgy viselkedtél, mint ő. Akkor utána jött a bokszoló. Akkor utána jött a finom tanáró. Tehát, hogy addig keresgéled magadat, hogy tulajdonképpen mindegyikbe egy kicsit úgy belefeledkeztél, és egy kicsit az ő szája íze, vagy az ő tanácsa szerint kezdtél el viselkedni. De egyik se te voltál. Önmagában egyik se igazán. Minden. Mindegyikben valamit ki lehet azért támozni. Igen. Bármi ilyesmit. Ilyen apróbb dolgokat. Nyilván az, ami pozitívum bármelyikből is. Lehet, hogy valamiben nagyon picike van. Amire azt tudod mondani, hogy ilyen ez én vagyok, rám is hasonló? Igen. De... Hát szerintem egyszerűen próbáld meg magadat adni. Nem igaz, hogy te nem vagy sehol, tehát... A Lázár Ervin, biztos ismerik a nevét, ugye? A Lázár Ervinnek nem csak meséi vannak, hanem novellái is. Felnőtt novellái. Igen. Nagyon jó. És van egy olyan novellája, aminek betanultam a címét, egy kislányról szól, és az a címe, hogy ha három lábon gyábokolsz, a kállán pugra nem tudsz menni. Ez direkt ilyen értelmetlen, és én ritkán tanulok szöveget, nem úgy, mint színészek, de azért tanultam meg, mert itt meghökkenek rajta, hogy mi baja van, mi van? És arról szól az egész novella, hogy van egy kislány, akinek mindig ugyanilyen módon, mint a te életedben. Valaki mond valamit, és akkor jól legyen úgy. És elkezd úgy viselkedni. És elvész a nagy erdőbe. Elvész a nagy erdőbe. Tulajdonképpen. Mert mindenki hatása alá tud kerülni, ő maga. Egyszerűen annyira azt gondolja, hogy neki nincs is egyénisége, mindenki más töltöget bele valami, és igazából nem meri fölvállalni azt, hogy de, én is vagyok valaki. Biztos ismeritek azt az Ezopusz mesét, amiből ilyen tanmese, amiből később a La Fontaine is írt egy ilyen történetet, amiben megy az öreg ember, a szamár meg a kisgyerek. Ismeritek? Nem. Tényleg? Ez a három személy megy az úton. És akkor jön szemben valaki, és azt mondja, hogy hát bácsikám, hát mi
miért csinálja ezt a szamarával, hogy ráülteti azt a gyereket? Hát szegény, de én állatvédő vagyok, szegény szamár, hát összeroskad, nem látja? Jó, leveszi a gyereket. Jön valaki, miért csinálja ezzel a gyerekkel, hogy gyalogolnia kell szegénykének? Miért csinálja? Hát nincs kisfiam, hát szálljon föl a bácsi a szamára, hát mégis ő tud jönni a lábán. Tehát ahány ember szembe jön, mindenki mond valami okosan, ugye? És több variáció van ebben, hogy mindketten a szamáron ülünk, akár mi magunk felemeljük a szamarat, a kisgyereket, tehát mindegy. Ős idők óta foglalkoztatja ez az embereket, hogy mi a fenéért szólunk bele egymás dolgába egyáltalán. Úrna, és nagyon szeretném beleszólni másikba. Jó, de közben te kerested is ezt. Igen. Kérdőjeleket tettél fel, ugye? Igen. Hát muszáj volt meg közben, meg... De hát ha nincs szükséged másokra, lehet, hogy rám sincs szükséged. Arra van szükséged, hogy egyedül egy kicsit gondolkodj, mostantól az leszek, aki vagyok. Bár nem pontosan tudom, hogy ki vagyok, de az leszek. Jogos. Nézzük meg most azt a jelenetet, amiben mondjuk egy évvel később a Jocóval újra találkozik. Azzal, akivel mindig kicsit szivatták meg egymást. Szevasz! Üdvözlöm a Zsuzsit! Megmondod! Cső!
Mondjál valami, Gergő, arról, hogy mitől érzed jól magad most jobban, mint tavaly. Az vagyok, aki vagyok, és nem értek el nagyon mások véleménye, ha nem kérdezem. Hogy? Ha nem kérdezem meg őket arról, hogy éppen erről, amiről tudom, amiről csak tudom, arról eldöntöm, hogy nekem mi a véleményem. Egyedül döntesz a saját életedről? Ez a változás? Megpróbálom sokszor, és nagyon... nagyon egyszerűen hangzik, de iszonyat nagy bátorság kell hozzá. Sokszor azt érzem, nagyon bátornak kell lennem, pedig nem nagy dolgokról van szó. Ha egy ember kimondja, hogy... De akkor bátorkodom magamban. Is, igen, fejlesztem azt, hogy olyasmi... ahhoz tudom hasonlítani, hogy... Dörtöztem, ilyen ugratókról ugrattam át, ilyen ugratókat, meg hegyen le biciklivel, meg ilyen veszélyes dolgokat. Ahhoz is kell egyfajta bátorság, és ezt nagyon sokat gyakoroltam. A lelki bátorságokhoz, ez a fajta, hozzá ezek a döntésekhez, ez teljesen másfajta bátorság kell, és most azt gyakorlom. Hát én meg becsülöm, hogyha ide jutottál. Hát még zárszóul elmesélem azt a eszembe jutott most közben, hogy nem, ti valószínűleg nem hallottátok a repülők együttest és a Geszti Péter szövegét, amelyik úgy szól, nem tudom, hogy te ismered-e már, vagy még, vagy mit tudom én mikor, hogy az akarok lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, aki most vagyok. Na ezt most mondjuk el még együtt. Jó, szóval gyere vissza. Gyere, jó csak. Mert ezen szerintem érdemes gondolkodni, hogy elindul. Nem? Az akar. Hát néha irigylem is, ha valaki jót élet. Most mit csinál? Te itt elnékszel el? Az akarok lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, aki most vagyok. Na, ezt még mondjátok el. Tessék. Most az akarok lenni, aki akkor voltam. Aki akkor akartam. Nem, aki akkor voltam. Amikor az akartam menni, aki most vagyok. Lehet, hogy ezt nem nekem kéne elcsúlytelgetnem, mert akkor innen sérülésem. Na hát, eddig tartott az előadásunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Rendkívül jó közönség voltatok. Megértem, miattatok korán kellni, ide utazni, visszautazni. Még az délutáni alvásom is elmaradt. Remélem a tiétek is, mert alvás helyett velünk voltatok. Nagyon köszönjük. Bárdi Gergőt láttátok. Köszönjük. Jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!